kapcsolunk Erdélybe. Két kisebb erdélyi magyar párt, a Néppárt és a Polgári Párt egy zászló alá terelni a magyar politikai szervezeteket a májusi EP választáson. Székelyudvarhelyen van Soltész Miklós, szociális család és ifjúságügyért felelős államtitkár. Jó estét kívánok! Mi a kormány álláspontja, államtitkár úr, ezzel az egy zászló alatt indulással kapcsolatban? Jó estét kívánok! Meghatározni, megszabni azt a feladatot, hogy az erdélyi pártok együtt induljanak, nyilván a magyar kormány nem teheti. Bíztatni bíztathatja az embereket, és bíztathatjuk a pártokat, hogy volt már arra példa, akár a legutóbbi parlamenti választásokig Romániában, amikor közösen indultak a szervezetek, pártok, és sokkal nagyobb sikert értek el. Egyébként ez a minta szerintem Felvidéken és Szlovákiában is bevált, és ugyanígy bevált néhány évvel ezelőtt Kárpátalján. Hiszem azt, hogy az összefogással sokkal több, vagy legalább annyi képviselőt be tudnak juttatni az erdélyi emberek, amire óriásinek szükség van az Európai Uniós Parlamentben, mint hogyha külön-külön indulnának, így én csak személy szerint biztatni tudom az összefogásra őket. Az RMDS tudomásom szerint egyelőre nem foglalt állást. Arról van esetleg információja, hogy haladnak-e a tárgyalások, vagy hogy haladnak a tárgyalások? Nem, de nekem nem is ez volt most a találkozóimnak a feladata, hogy ezt meghatározzam, hanem sokkal inkább, vagy ebben segítsek a pártoknak, sokkal inkább az a két dolog, ami szerintem két legnagyobb eseménye, mind az egész Kárpát-medencei magyarságnak, mint az itt élő Székelyföldön, vagy pedig Erdélyben, Párciumban élő magyarságnak is. Ez a két esemény az egymást követő héten fog lezajlani, és mind a kettő meghatározó lesz az életünkben, és mind a kettő a kereszténységet helyezi a közép. Az egyik maga valóban az Európai Uniós választás, ahol jól látjuk, hogy milyen erők küzdenek azok ellen a nemzetek ellen, azok ellen a kormányok ellen, illetve a politikai szervezetek ellen, és általában a többségi emberek ellen, akik nem akarják, hogy Európa népei megmaradjanak keresztény hitükben, keresztény kultúrájukban, és nem akarják azt, hogy a nemzetek pedig megmaradjanak külön-külön is nemzetek, önállóan azt a sok-sok kulturális egységet, amit eddig a világban tudtak sugározni, megvalósítani, hanem sokkal inkább össze akarják mosni ezt az eddig különálló nemzeti létet. És hát ami még rosszabb ennél, az pedig az ő felfogásuk szerint a migrációt teljes mértékben erősíteni akarják. Olyan nemzeteket, népeket, kultúrát is hozzáteszem, vallást is akarnak Európába behozni, amit mi már magyarok, mi itt ebben a közép-európai térségben már megszenvedtünk, megismertünk, és amiből hát azt gondolom nem csak a magyar embereknek, hanem közép-európai embereknek már elegük volt, és nem is kívánják. És hát a másik nagyon nagy esemény ezen a tavaszon, vagy nyár előn, az pedig a pápa látogatása a Romániába, egy történelmi pillanat, egy történelmi lehetőség, és mindenképp nagyon fontos az, hogy azok a keresztény emberek, hívők és adott esetben Isten kereső emberek, akik fontosnak tartják a hitet, fontosnak tartják magyarságnak az egységét, fontosnak tartják Székelyföldön való megjelenést, azokat buzdítjuk, hogy június 1-én pápa látogatásra Csíksomjóra látogassanak el. Ez második János Pál pápának, akit később szentté avattak, neki még nem sikerült Erdélybe, tehát a magyarokat meglátogatni, ugye ő Bukarestben járt néhány évvel ezelőtt. Mire lehet felhasználni akár magyar részről, akár román részről ezt a pápa látogatást, ennek nagyon komoly diplomáciai funkciója, ereje is van? Én azt gondolom, hogy már az a tény, hogy minden román kormány, minden román államelnök, illetve hozzáteszem romániai nagy egyházak, legyen az ortodoxia vagy a katolikus egyház, közösen fogalmazták meg a meghívót a pápának. Ez azt mondja, hogy egy közeledésre mindenképp kell, hogy számítsunk, és szerintem fontos is ez a közeledés. Mindamellett pedig maga a katolikus püspökkar, amely áll többségében magyar püspökökből, de vannak köztük román, illetve görög katolikus püspökök is, akik egységesen kiálltak emellett a látogatás mellett. Szerintem azt sugallják az itt élő embereknek, hogy az az egymásra utaltság, ami
évezred óta, vagy évszázadok óta megvan, de sok-sok sérelemmel együtt valósult meg, azt ebben a történelmi pillanatban gyógyítani lehetne, és kell is. És mindamellett azért azt is érdemes kihangsúlyozni, hogy a Szent Atya több helyszínre is elmegy, de Szent Misét két helyen fog bemutatni, Balázsfalván görögkatolikus rítusban, és hát Csíksomlyon, fönt a Nyeregben pedig római katolikus rítusban, és éppen ezért ez egy hatalmas nagy üzenet, hiszen mindenki tudja, itt Romániában többnyire a római katolikus hívők, azok magyarok, még akkor is, hogyha vannak köztük románok, vagy pedig adott esetben olyan csángok Moldvában, akik már magyarul nem tudnak, de hitüket, katolikus hitüket megtartották. Hiszem azt egyébként, és biztos is vagyok, az itt dévőkkel beszéltem, akik mindazt mondták, hogy ez egy közeledést jelenthet a két nemzet között, amire óriási szükség van. Nagyjából egy percünk maradt, ugye ez az összmagyarság számára fontos a pápa látogatás Erdélyben. Hogyan tud a magyar kormány hozzájárulni, mivel tud segíteni? Két gyors kérdést tettek, vagy kérést tettek fel ferences atyák és a szervezők is. Az egyik az az volt, hogy segítsük a magyarországi pápa látogatásoknak a tapasztalata alapján őket mindenféle tanáccsal és lehetőség szerint olyan emberekkel, akik ismerik egy ilyen találkozónak a szervezését, a másik pedig adott esetben anyagi segítséget is várnak tőlünk, és nagyságrendileg egy 20 millió forintot jelöltek meg most első lépésben a ferences atyák, ami a fönt a Nyeregben, Csíksomlyói Nyeregben lévő oltárnak a kibővítését jelenti, illetve más olyan infrastruktúrális fejlesztéseket, amire óriási nagy szükség van. Én azt gondolom, hogy ez teljesen természetes, hogy ezt a segítséget, támogatást meg kell vagy adnunk, hiszen ez az ünnep, ez az együttlét az összmagyarságnak is az ünnepe, és ezzel is kifejezhetjük azt az összetartozást, amit elmúlt 8 évben, 9 évben sok mindenen keresztül megmutatott a magyar kormány, a magyarországi emberek a határon túliak fele. Biztosan nagyon sokan lesznek erre kíváncsiak, beleborzong az ember ebbe a lehetőségbe is, hogy ott lenni. Köszönöm szépen, államtitkár úr, hogy rendelkezésünkre állt.